Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, a mai vendégünk pedig Földi László, a Védett Társadalom Alapítvány kuratóriumi elnöke. Itt van velünk a vonal túlsó végén. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy fogadja a hívásunkat. Jó napot kívánok. A mai témánk az lesz, hogy mi történik a világban az izraeli háborúnak az árnyékában, és egyáltalán mennyire rendezte át a világ struktúráit az, ami most Izraelben zajlik, mert hogy önnel egyébként rendszeresen szoktuk értelmezni, hogy mi történik körülöttünk, az izraeli háború óta még nem beszélgettünk, úgyhogy viszont több más nyilatkozatát hallottam, ahol többek között arról beszélt, hogy ennek a hátterében más erők is állnak, és ez a háború többek között Soros György és Benjamin Netanyahu-nak a háborúja. Most hogy már több mint 40 nap eltelt, hogy kitört a háború a Hamas és Izrael között, vagy majd megbeszéljük, hogy ki között, hogy látja az eseményeket? Hát ha megengedjük, akkor egy kicsit elvi dologgal kezdeném. Az pedig egy olyan kérdés, hogy mi a háború? És miért hívjuk ezeket a fegyveres összecsapásokat háborúnak? És a 21. században egyáltalán beszélhetünk a háborúról? Hogyha egyébként a háborút eredeti definíciója használjuk, vagyis területszerzésre, élettér növelésre, vagy a korábban annektált terület visszaszerzéséről szól. Mert ugye a háborúk a történelemben alapvetően ezt a fajta koncepciót és stratégiát követik. Most ehhez képest ugye az utóbbi évtizedekben azt látjuk, hogy bár háborúnak hívott folyamatok és események nyilvánvalóan abból a szempontból igazságot tartalmaznak, mint kifejezés, hogy emberek halnak meg, hogy katonák állnak szemben egymással, hogy fegyverek szólnak, de mindaz az alaptétel, amelyről az előbb beszéltem, az nem áll meg számomra, inkább az türemkedik elő, itt a legutóbbi események, például az ukrán-orosz, vagy épp a mostani izraeli-palesztin összecsapást látva, hogy itt egy úgynevezett belpolitikai determináltságból fakadó fegyveres konfliktus van, hogy ilyen bonyolultan fogalmazzak. És ez pedig pontosan oda vezet vissza, hogy a mostani alapvető ugye, összecsapás, amit látunk Izraelben, a Hamas bizonyos fokig eszköz, úgy tűnik, bizonyos erőterek kezében. És ezt azért mondatja velem, hogy a Hamas létezett ezelőtt hónappal is, évvel is. Miért most támad? Miért akkor támad, amikor azt láttuk pár héttel ezt megelőzően, hogy gyakorlatilag Izraelben folyamatos tüntetések vannak egy mondatcsinált törvénnyel kapcsolatban, akarják leváltani a Netanyahu kormányt, és ugye ez egy folyamatos izgalmi állapotban tartja a társadalmat, mert hogy. És a háttérben pedig nyilvánvalóan nem egy törvénnyel kapcsolatos dolog van, hanem az a fajta nemzetközi politikát is meghatározó élethelyzet. Hogy van a globális erőtér a világban, és van a nemzetállamokat menteni kívánó politikai hát erőterek, csoportok, pártok, és mondjuk éppen kormányon lévő politikai erők. Ugye ezek a legemblematikusak ebből a szempontból a mostani időszakot tekintve az elmúlt éveket, hogy a Netanyahu kormány Izraelben, ugye Putyin maga Oroszországban, és mondjuk, ha ide sorakoztatjuk Orbán Viktor kormányát, akkor Magyarország is. Miért? Mert élesen szembe megy a globális átrendeződésnek a tételével. Azzal, hogy a nemzeti értékrendből kell kiépíteni és kiindulni az együttműködésekben, a nemzetközi térben, a nemzeti értéket kell megtartani annak érdekében, hogy az emberi normalitás meg tudjon maradni a civilizált országok területén, és így tovább, és így tovább. És ugye amennyiben ezek az országok nagyon keményen ellenállnak, ott bizony nagyon komoly provokációkat kell, hogy elviseljenek, hogy azzal kell, hogy szembenézzenek. Ugye Oroszország szempontjából ez volt az ukrán ügyes kérdés, és hát véleményem szerint a Hamasznak a megjelenése és a kezdeti sikerei, amelyek azért súlyos ugye, emberáldozattal is jártak, mint tudjuk, izraeli szempontból kizárt dolog, hogy ne egy belső háttér egy segítséggel történt volna. Izrael belüli segítségből, vagy az Izrael ellen szervezkedő szponzoroknak a segítségével? Így van, akik meggyőződésem szerint, mint ahogy mindenhol Oroszországban is, és Magyarországon is, rendelkeznek belső
segítőkkel nyilvánvalóan, akik adott esetben még akár a kormány szinten is, a kormányzati, az infrastruktúrában, a menedzsment rendszerekben jelen vannak, és képesek nyilván konspirált, fedett módon támogatni a külső erőket, amelyek mondjuk a mostani izraeli kormány megdöntésére születkeztek. De szerintem ennél még súlyosabb a helyzet, hogyha a zsidó világot nézzük és tekintünk, hiszen, és ez nyilván ez a saját koncepcióm, de talán valamiféle igazság szorul bele, ha azt mondom, hogy alapvetően a zsidóság két pártra szakadt, most nemzetközi szinten értem. Az egyik, amely az elmúlt 70 évben kiépített egy hálózatot, ezt hívhatjuk cionizmusnak, vagy bárminek, de mindenféleképpen egy törekvés volt arra, és ez tényszerű, hogy a zsidó érdekeket, a zsidóságot egy holokauszt megelőzése és egyéb okoknál fogva meg kell védeni, mégpedig a védelmek az egyik formája az, hogyha stabilizálni tudják magukat a különböző országokban, politikai, média oldalon, gazdasági oldalon, a pénzügyek világában és itt tovább. Ez természetesen sokszor azért bizonyos kontraszelektív élethelyzetet előhozott, de alapvetően az együttműködés képessége, készsége az adott országokban, társadalmakban létezett és működőképes maradt. Most ezzel szemben, és az érdek mi volt? A zsidóság érdekének a védelme egyértelmű. Hogy ez most tetszett sokaknak, vagy nem, az egy másik kérdés, de az identitása, az eredete, a stratégiája az egy, ez volt. Igen, nem csak a 20. század végén megjelenik egy másik fajta érdekcsoport, ezeket én hadd hívjam a Wall Street-i csapatoknak, akik szintén azért erősen kötődnek a zsidósághoz, de egy egészen más logikát követnek. És sok esetben azok, akik őket kritizálják, megkapják, hogy antiszemiták, még valóban vannak, akik az antiszemitizmusokat ebből is vezetik le. Így van. Na most ez a két terület, tehát a pénz világának a képviselő, a Wall Street-i erőterek kezdenek rátelepedni. Hogy az elmúlt 70 évben, legalábbis most a 70 évet vesszük, kiépített úgymond hálózatra, ami egy önvédelmi hálózat az én felfogásom és operatív szempontból, és kezdik kihasználni ennek a létezését, lehetőségeit, de mire használják ki? Saját érdekükben, a pénz érdekében, és kevésbé érdekli őket ennek az eredeti elképzelése, hogy ez végül is egyfajta ilyen védőhálót jelentene tulajdonképpen ebben az értelemben. És ez az összecsapás jelenik meg. Ezt hívhatjuk ma a modern nyelven és másra is áttételesen, hogy a globalizmus érdekköre és a nemzeti megmaradásnak a logikája. Szerintem ez igenis jelen van a mostani izraeli kérdésben, és hogyha így nézzük, akkor a Hamas tulajdonképpen, és a Hamasnak a megjelenése ezt bizonyos fokig aláhúzza, illetve a Hamas ebben az eszközben a dolgban eszköz, és nem mint egy főszereplő jelenik meg. Nagyon sokan viszont azt is feltételezik akár, hogy Izrael saját maga robbantotta ki ezt a háborút, ugye a saját szeptember 11-üknek mondják azok, akik így vélekednek, azért, hogy bosszút tudjanak állni, vagy hogy erőszakot tudjanak alkalmazni a gázai övezetben, vagy a palesztinokon, de akkor itt tényleg érdemes talán fogalmilag szétválasztani azt, hogy Izrael nemzetállam, az Izrael körül mozgolódó erők, szóval, hogy ez ilyen nagyon sokrétű történetnek tűnik. Én nem gondolom ezt. Nyilván spekulációs szempontból benne van ennek a lehetősége, tehát az önbetörés kérdése. Csak azért nem gondolom, mert akár tetszik, akár nem, és ezt megint csak természetesen spekulatív módon mondom, a mostani kormány ebbe az egész konfliktusba bele fog bukni. Függetlenül attól, hogy mi lesz az eredménye. Mert az egyik oldal az, hogy nem tudta megakadályozni ennek a kialakulását, a másik irány az, hogy eszkalálta ennek a konfliktusnak a helyzetét. Tehát egyik sem egy jövőkép, egy pozícióban tartásnak a kérdése. Ráadásul, ugye ez túlnőtt Izrael játékterén, és a nemzetközi világban jelent meg, látjuk, hogy elképesztő indulatok szabadulnak föl. Szó nincs arról konkrétan, hogy ott területek mi történik, ez csak egy alibi mondat. Arról van szó, hogy a két erőtér és a két erőtér, a háttérben meglévő erőterek ugye tömegeket mozgatnak meg
Amerikától gyakorlatilag a világ minden pontján, ugye a Hamas mellett, a másik fél ugye számon kéri a terrorizmus problematikáját, ugye a dzsihádon keresztül, tehát magyarul túlnő ez a konkrét helyzeten, ez a fajta összecsapás, és eszkalálódni fog. Mert ez a logikája. Akik ezt eltervezik, akik ezt megtervezték, és ezért mondom, hogy ez nem Tel Aviv, nem lehet Tel Avivből következően, azok pont az eszkaláció miatt gerjesztették. És pont ezért látták azt, hogy egy újabb csomópont ugye az ukrán-orosz mellett, amelyik tördeli a világ egységének a lehetőségét, ami igenis a kuszaság, a káosz, a teljes bizonytalanságba nyomja tulajdonképpen a társadalmakat, a politikai vezetést, a politikai életet elbizonytalanítja, még akkor is, hogyha egyébként saját meglévő koncepciójuk van. Tehát igenis mindenki egy esemény követővé válik. És ugye ez a legnagyobb probléma a politikában, amikor esemény követő, nem pedig stratégiát követő élethelyzetben van. Mert a társadalom nyugalmának a lényege a stratégia követés lehetősége. A probléma mondjuk úgy eszkalációját követő, hát ilyen tűzoltásos feladat, az mindig nagyon komoly problémát jelent teljes társadalmi szinten, és jelenleg ezt éljük meg. Ugye itt is, hogyha megnézzük, ha Izrael visszatámad, akkor ugye azt mondják, hogy agresszor, ha nem támad vissza, akkor a Netanyahu kormányon kérik számon, hogy a saját lakói, hogy miért nincs válaszcsapás. Ha viszont visszatámad, akkor a túszok családtagjai mennek, hogy vigyázzanak a túszok életére. Tehát ez tényleg egy ilyen sakmat helyzet tulajdonképpen ebből a szempontból nézve Izrael számára. Igen, és a probléma leginkább az, ami egyébként az orosz oldalon is probléma volt az ukrán narratívák megfogalmazásánál. Az oroszok azt mondták, hogy ők az azovot akarják, azovtól akarják megtisztítani a világot, hiszen azok egy náci jelképpel működő katonai tömb, amelyik nem elfogadható. Egyetértünk. Ugye itt meg az van, hogy a Hamas az, amelyik nem elfogadható, hiszen nyilvánvalóan egy folyamatos készültséget feltételez, mert hogy ők egy terror szervezetté alakultak át. Az más kérdés, hogy ennek van nyilván politikai háttere is. Tehát ők sem fogják tudni, hogy egyszerűen szóval fogalmazzak, kiirtani a Hamaszt, megszüntetni annak a potenciális esélyét, hogy bármikor egy újabb revánk következik, mondjuk egy lezárt ilyen összecsapást követően. Tehát egy folyamatos gócpontok mindig maradnak. Én nem gondolom ebből következően, hogy ez jó megoldást. Én nem gondolom, hogy ezt a háborút azért kell folytatni, és azért fognak még többen áldozatul esni civilek, meg azért katonák is, akik jobb sorsa érdemesek, mert hogy egyébként a Hamasznak a végére lehetne járni, nem lehet. Egyrészt azért nem lehet, mert nyilvánvalóan ez nem megszámálható tömeg. Ez egy potenciális, folyamatosan jelenlévő élethelyzet és élettér. Így fogalmazzak a Hezbollah, a Hamas, ahogy az iszlám államot sem tudták megsemmisíteni, vissza tudták tolni a megszállt övezetekről ideig, óráig úgy tűnt, hogy komoly sikereket érnek el, ugye akik velük szemben álltak, aztán kiderült, hogy megmaradtak. De ugyanígy az Al-Qaidától kezdve egy csomó szervezet nem kiírtható a mai világban, mert ennek a társadalom politikai oldala az, amelyik szilárd, és ezt támogatja, ezt életben tartja. Én azt gondolom, hogy ebből következően ezt a háborút a megoldás irányába, ahogy egyébként az oroszokrát is, a tűzszünetből következő megoldás irányába politikai eszközökkel kell megkezdeni. Az egyik lehetőség, amelyik nem tudom, hogy mennyire elfogadható nyilván Izraelben nézve, az izraeli társam számára, egy önálló állam létrehozása Palesztinának. Mert ebben a közös létben, amiben jelen pillanatban az elmúlt évtizedekben kialakult együttműködés volt, ez folyamatos konfrontációt fog jelenteni, és most mindegy, hogy ki a hibás, ki mit kezdett, ki mit nem kezdett, nem lehet. Mert tudomásul kell lennünk, tetszik, hogy nem, és Izraeltől függetlenül is. A nemzetállamnak nincs alternatívája. Tehát minden más együttlét, közös lét, együttműködés nem működik. Hát nézzük meg, a visegráni négyek robbannak szét 2 perc alatt, amelyek pedig hosszú távra együttműködést ígértek és fogadtak egymásnak. Jön egy orosz tétel, és már is Lengyelország, hogy mondjam, nem szereti Magyarországot. Tehát én persze fontosak az együttműködések, lehetne koalíció szinten együtt élni, de történelem azt mondja, hogy nem lehet.
és a történelem nagyobb úr, mint amit mondjuk mi szeretnénk, így egyszerű civil utcai emberek. Tehát ebben a szempontból azt gondolom, hogy nem lehet hosszú távig azt a kérdést kezelni, ki lehet, el lehet üldözni a palesztinokat, szerintem nem lehet. Lehet úgy tenni, hogy tudom én, kiszorítjuk ideig, óráig, ezt egészen más alapon kellene megoldani. De én egyszerűen mondom, ez csak az én véleményem, lehet, hogy ennek komolyabb akadályai vannak, történelmi problémái vannak, elfogadási tételei vannak, és tovább. Én most csak egy logika szerint mondom, hogy ez mint megoldás esetleg lehetséges. Illetve, hogy ön is mondta, ugye ez nem csak Izrael vagy a gázai övezet területére korlátozódó probléma, hiszen azt látjuk, hogy világszerte Izrael ellenes palesztin párt és nagyon sok esetben Hamasz párti tüntetések vannak komoly indulatokkal és komoly tömegekkel. Ez mennyire lehet szintén eszköz, és ha már a terrorról beszéltünk, ugye ott említette, hogy Oroszország, Magyarország, Izrael a sorban, akik a nemzetállami keretekben gondolkodnak, mennyire használhatják a terrort ezek az erők, akár Magyarország ellen is? Ezen nem feladatunk riogatni ugye a magyar társadalmat, de sajnos nem megkerülhet ez a kérdés, amit ön mond. Én komoly veszélynek tartom azt, hogy a jövőben ez meg tud érkezni a határainkon belülre. Két ok miatt. Egyrészt, mert nincs körkörös védelmünk. Tehát az nagyon szép, hogy délről az egyébként minket tranzitországnak tekintető tömeggel szemben kerítést állítunk, mert ne legyen tranzitország sem Magyarország, ne vándoroljanak itt keresztül és pusztítsanak kényükedők szerint, több százezer ember. De nem védekezünk nyugat felől, és észak felől. Azokkal szemben, akik már bejutottak, és akik az életterüket keresik, és úgy gondolják, hogy Németország, Franciaország, vagy akár Svédország, itt amelyik ország, már nem elfogadható számukra, ráadásul a dánoktól kezdve nagyon sokan próbálják kiszorítani, mert rájöttek, hogy fölösleges tömegek vannak, ez nem munkáért mentek, hanem egészen másoknál fogva annak jelen, vagy már veszélyeztetik a társadalom konszolidációs helyzetét, vagy már a törvényeket is maguk irányába akarják fordítani, lásd Dániában, a Koránba akarják között az alkotmányba, és itt tovább. Tehát elindulhatnak kelet felé. Most, hogyha nem védekezünk magyarok kelet irányából, akkor itt pillanatokon belül óriási tömegek jelennek meg, akiket viszont nekünk kell majd eltartani, hiszen emberekről van szó, ilyen nem haladnak az utcán. Ez az egyik problémája. A másik, hogy valóban Magyarország azért, amelyet ragaszkodik az elveihez, amelyet egyébként ragaszkodik a Hamasz is, azért vegyük már tudomásul. Tehát miközben Izraelt támadják, és miközben Izrael védekezik, eközben az arab világ is saját koncepcióval rendelkezik, amelyet nyilván tisztelünk, persze az ő saját koncepciójuk. Tehát magyarul a Magyarország, amit képvisel, a magyar kormány, a jelenleg magyar kormány képvisel, az igenis egy magyar érdek mentén történik. Nem pedig azért, mert szembe akar helyezkedni mondjuk a brüsszeli vagy a globális egyetemén érdekekkel. De ezt meg kell tudnunk védeni. Tehát ez nem arról szól, hogy kimondjuk, és akkor az úgy van, hanem arról szól, hogy kimondjuk, és meg tudjuk védeni, vagy nem. És abban a pillanatnyi élethelyzetben, és a konkrét kérdésről szóltam, amit kérdezett, hogy lehet-e Magyarországon egy célponttá válhat-e Magyarország, vagy bármilyen objektum például nálunk, azért válhat azzá, mert nem tudjuk kiszűrni az ideérkezők közül azokat, akik nem kívánatosak. Ugye van most egy kísérlet, arra jól hallom, hogy még szigorítani kívánjuk a magyarországi migrációs menekült törvényt és annak a szabályrendszerét. Ez nagyon szép, nagyon jó mondatok vannak benne. De hogy fogjuk ellenőrizni? Ha nem, nincsen határellenőrzés. Ha nincsen beléptetés. Hát ugye az igazi bűnelkövetők nem repülővel fognak érkezni, mert ahol még ugye meg lehetne ezt azért tenni, újra felállítani a bódékat, és átengedni az embereket egyenként. De hát a magyar határ nyugaton, északnak ott jönnek is úgy, ahogy akarnak. Semmiféle ellenőrzés nincs. Tehát magyarul nem fogunk tudni érvényt szerezni az egyébként jól hangzott törvényeknek sem, ha nem megyünk vissza az alapokhoz a biztonság oldaláról nézve. Az pedig nagyon egyszerű, a határokat tessék szíveskedni, védeni. Amennyiben egyébként az ideérkezékkel kapcsolatban koncepciónk van, az idejékkel kapcsolatban bizony
vannak félelmeink. Ha ez meg lesz, na akkor onnantól kezdve lehet számon kérni, hogy Magyarországon akkor valóban a hatóság képes-e kiszűrni, megelőzni a bűnelkövetést, akár egy terrortámadást is, mert amikor elkövetésre kerül, utána már szerintem maga a nyomozás az már csak egy nagyon gyenge válasz arra, ami történt. Ez Magyarországnak a feladata egyébként, vagy az Európai Uniónak, és ki hogy áll így védelmi kérdésekben? Ez az az igazság, és ezt higgy el, hogy nem az én egyszerű véleményem, hogy a biztonság az nemzeti ügy. Nemzeti ügy még pedig azért, mert a magyar kormánynak kell Magyarország biztonságát garantálni. Nem mutogathat másra. Hogy a francia kormány ugyanígy van a német, és mindegyik másik, az egyik tétel a másik. Hogy a biztonság kérdése ilyen értelemben az együttműködés oldaláról nézve is, például a titkosszolgálatok tekintetében, nem 100%-os. Csak időszakos, csak érdekmentén történik, és csak bizonyos információk átszármaztatásával realizálódik. Ennek pedig megint az az oka, hogy ami az én érdekem, nem biztos, hogy érdeke a másiknak is, mindig ugyanabban a logikában. Tehát ez a másik ok, ami miatt azt mondom, hogy minket külföldről nem tudnak megvédeni. Mert a külföldi, mit tudom én, titkosszolgálatnak több lehetősége van, több forrása van, több információja van, és akkor mi ezzel gépbe vagyunk. Ahogy katonai értelemben is. Az, hogy van egy NATO, hátható módon nem véd minket. Mert ha lenne egy valóban minket védő NATO, akkor nem a magyar határon kéne viaskodnunk az ide érkező tömegekkel, hanem már az európai határoknál ezt a NATO megállítaná. Mert a magyar érdek neki fontos. Nem. A magyar érdek Magyarországon fontos. A magyar érdeket a magyar kormánynak, a magyar illetékeseknek és a magyar biztonsági szerveknek kell garantálni. Független attól, hogy a nemzetközi világ hogy néz ki, hogy kivel vagyunk jóban, kivel vagyunk kevésbé jóban. És erre mondom azt, hogy az alaptétel, hogy honnan indul ez, hát bizony az ősi szabályoktól. Az ősi szabály pedig az, hogy egy nemzet, egy ország, országot határok vesznek körbe, amelyek földrajzilag és politikailag garantálják annak szuverenitását, vagy nem. Ugye ez nagyon érdekes, amit mond, és szerintem is egy fontos dolog, hogy a saját biztonságunkért nekünk kell felelnünk, és nem mutogathatunk másokra. Viszont mégiscsak egy szövetségi rendszerben vagyunk, amely azért megint, minthogyha egy kicsit felbojdult volna az izraeli háború hatására. Ugye ott volt az orosz-ukrán konfliktus, ami már alapjaiban egy kicsit átrendezte ezeket a dolgokat, és most, mintha az izraeli konfliktus tovább bonyolítaná ezt. Hogy látja, mennyire változott meg az a térkép, hogy kik a barátaink, kik nem a barátaink, és hogy kihez hogy tudunk viszonyulni. Nagyon fontos tudomásul venni, és ezt higgy el, hogy évszázadok óta így van, tehát ez megint egy 21. századi mondat. Az érdekek találkoznak, vagy ütköznek. Még azt is mondanám, hogy nem ellenségek és barátok vannak a nemzeti térben, hanem érdekazonos rendszerek és érdek különböző rendszerek. És az azért fontos, és más terminológiát igényel, mert ha így nézzük, akkor ezek akár naponta is változhatnak. Ugye a barátság és ellenséges viszonyról feltételezzük, hogy tartós, hogy hosszú távra szólnak, hogy arra stratégiát lehet építeni. Ez utoljára a két világrendszer létezésével működött. Azt tudtuk mondani, hogy igen, mi itt a szocialisták barátok vagyunk, ők meg a kapitalisták együtt barátok, és egyébként meg ellenségek vagyunk mindkét világrendszerben. Ez megszűnt. Tehát abban a pillanatban, hogy ez megszűnik, abban a pillanatban érdekek tulognak a helyére. És ugyanaz a rendszer, amelyik a 90-es években barátnak nézett ki, most direkt, ha nem megengedi, nem mondok konkrét országokat, de talán nem nehéz kitalálni, azok bizony a 2000-es évek 22-es ugye időszakban, hát nem mondom, hogy ellenséget, de legalábbis ellenérdeké területekké váltak. És ebből a szempontból kell megint csak megközelíteni szerintem azt, hogy jelenleg hordtunk, hogy miért van az, hogy egy orosz konfliktusnál, vagy egy izraeli konfliktusnál kinyit nyilatkozik. Mert a saját érdek, vagy a saját biztonság, az a saját egyéb külpolitikai nemzeti, és egyéb érdekek is bizony az érdek mentén tudnak találkozni, vagy épp az érdek mentén ütköznek.
Ugye nagyon sokszor a magyar kormányt is kritika éri amiatt, hogy mást mond most, mint 20 vagy 30 évvel ezelőtt, de akkor lehet oka az, hogy most mást mond, hogy egyszerűen más a helyzet, és mások az érdekek, és lehet, hogy holnap is mások lesznek az érdekek? Nagyon nagy baj, hogyha valaki a civil erkölcsöt kéri számon a politikán. Nincs ilyen. A politikának épp az a lényege, hogy a stratégiai mentén taktikai elemekkel kell, hogy dolgozza. A taktikai elemek pedig 180 fokokat tudnak fordulni. Nem tudnak, hanem kénytelenek időszakonként. Ez nem számon kérhető, ez egy rossz megközelítés, hadd mondjam azt. És az nem a politikát akarom én védeni, megírja a pénzét adott esetben, hanem egyszerűen azt kell megérteni, hogy ami a társadalom működésében, a civil világ működésében elfogadható, egyáltalán elfogadott, erkölcsös és követendő, az a politikában más értéket is értelmet nyer. Pontosan azért, mert a politika a stratégiáról szól, a mi életünk pedig a napi tevékenységünkről szól, azzal összhangban kell, hogy találkozzon. Nagyon jó, ha a kettő tud találkozni, nagyon jó, hogyha a kettő egy irányban megy, de egy zűrzavaros világban, egy fölbojdult világban, amiben jelenleg élünk, tele konfliktusokkal, sőt, úgynevezett fegyveres konfliktusokkal, ahol emberek gyilkolnak, nagyon-nagyon nehéz megtartani a stratégiát olyan logika szerint, amit egyébként 20 éve úgy gondoltunk, hogy lehet. Ugye azt látjuk, hogy a koronavírus járvány orosz-ukrán háború, most az izraeli háború, hogy folyamatosan ilyen éles konfliktusok vannak és feszültségek, ráadásul a globalizáció miatt mindig minden hat a gazdaságra, az életünkre, és hát beköltözik az otthonunkba is a média csatornákon keresztül. Van egy olyan alap elf, hogy a káosz után mindig jön egy újra rendeződés, meg egy megnyugvás, és bár addigra majd máshogy rendeződnek át a dolgok, de legalább elindulnak a dolgok a megnyugvás irányába. Ön látja ezt a pontot, vagy messze még a megnyugvás? Nézze, annyira messze van a megnyugvás, hogy előtte a konfrontációnak kettőnek következik. Hát a csúcsponton még nem vagyunk túl. Még nem történt meg. Tehát még nem dőlt el, hogy most akkor egy egyébként mesterséges, most csak, bocsánat, képeket fogok mondani. Tehát egy mesterséges intelligencia által irányított globális világ, az, amivel számolnunk kell, és meg kell barátkoznunk vele, el kell fogadnunk, vagy egy norma mentén az emberi értékrendet újra alapként kezelő, egyébként a hitre épülő. És a hit alatt én nem csak a vallási meggyőződést értem, hanem az emberben vetett hitet, az emberi normákban, a hagyományokban vetett hitet, a család alapértékeiben vetett hitet. Tehát magyarul az igazi emberből fakadó hit kérdését kell szembeállítani egy technokrata, kezelhet, ebből a szempontból szerintem kezelhetetlen jövőképpen. Tehát ez a kettő harcol most, ez már nem is globalizmus és nemzeti tétel, hanem ez már fölé, e fölé keletkező ütközet. És ennek a végét nem látom, tehát nem tudom azt mondani, hogy bizony, hát még egy kicsit húzok ki, és utána minden jó lesz. Még nem lehet, nem dőlt el, hogy melyik az az irány, amelyet választom. Megmondom őszintén, hogy ez nem fog magától eldőlni, tehát senki ne higgye itt a hallgatók közül is már, ha így fogalmazhatok, hogy akkor majd egy politikus, vagy politikai érdek, vagy csoport majd ezt eldönti. Ezt nekünk kell eldönteni, és ezt kéne megértenünk, hogy ebben most nekünk van szerepünk. Úgy szoktam mondani, ha nem kicsit fellengzős, hogy mindenki katona lett, tetszik vagy sem, és mint katona helyt kell állnia itt vagy ott, tehát el kell dönteni, hogy melyik oldalán, és ha oldalát, akkor azért harcolni kell. Csak nagy kérdés, hogy milyen frontokon tudunk harcolni, illetve hogy hol van egyáltalán még döntési lehetőségünk, mert most mondhatnánk, hogy majd jövő évben az európai parlamenti választáson olyan erőket támogassunk, akik a szuverenitás pártján vannak, de hát az európai parlamentben nagyon nehéz úgy globál, tehát olyan nagy pártcsalád szintjén ilyen erőket találni. Igen, csak megint ugye föltoljuk a problémát a politika szintjére, nem szabad. Ezt szoktuk meg, a 20. század arról szólt, hogy engedtük a politikát mindenek fölé menni, és ebből következően el is váltuk persze a politikától, hogy úgy tegye a dolgát, hogy mi szeretnénk, időnként leváltogattuk őket, és akkor így megnyugodtunk, nem. A politika, én úgy gondolom, hogy veszít erejéből, akár tetszik, akár nem, és mindegy, hogy egyébként honnan közelítünk. Nekünk, embereknek, amikor arról beszélnek, hogy katonák leszünk, és egyébként befolyásoljuk, azt kell megértenünk, hogy nekünk kell közeledni egymáshoz.
Tehát nem szabad, hogy átverjenek bennünket, mint hogy ezt tették az elmúlt évtizedekben. Tudatosan vagy éppenséggel csak metóda se figyeltek rá, mit művelnek azok, akiket mi kiválasztottunk, úgymond vezetőknek. Mert nézem meg, hogy mindenhol szembenállások, iszonyatos konfrontációja van Magyarországon is. Ja, hogy még nem az utcán verekszenek az emberek, az egy dolog. Tehát megint közelednek a választások, ordinális szinten nyilatkozik egyik a másikra és fordítva, és embert, hogy mondjam, az emberi méltóságot figyelmen kívül hagyva próbálkozunk. És erre akarjuk rávenni a társadalmat, hogy ő is így gondolkozzon. Nem. Nem. Itt leszünk mi csapdában, hogyha mi ezt elhisszük, hogy ez így működik. Hát régen azért az emberek tudtak együtt élni. Hát miért nem abba az irányba megyünk? Most lehet egy kicsit, mintha naívnak tűnne ez a mondat részemről, de értsük már meg, hogy a normáinkat vették üldözünk, a normáinkat kezdik ki. Meg kell őriznünk a minimumot, és a minimumnak az értéke pedig az, hogy egymásra nem gyűlölködünk. Nyilván az egyén szintjén, illetve a politikán túli, mert hogy tényleg nem a politika most az origója a dolgoknak, de hát, hogy a közösségek szintjén ön mit javasol? Mi az, amit konkrétan lehet tenni? Ugye a nem gyűlölködünköt mondta, de hogy ahhoz, hogy felkészüljünk a következő időszakra, felkészüljünk a következő világkorszakra, és erre a konfliktus eszkalációval teli időszakra, hogy mit lehet az egyén és a közösségek szintjén tenni? Hát el kell döntenünk, hogy kik vagyunk. Én azt gondolom, hogy nagyon egyszerű, mi magyarok vagyunk. Mit akarunk? Magyarországot akarjuk? Hogy akarjuk? Ahogy átvettük az ősöktől, hogy akarjuk továbbadni? Ahogy egyébként illene, hogy tovább tudjuk adni. Ehhez pedig az kell, hogy leüljünk, végig gondoljuk, és egymással beszéljünk. És ebből a logikából a politikát kényszerítsük arra. Magyarország még ebből a szempontból azt kell mondjam, hogy valamilyen szinten azért nincs akkora baj van, mint a tőlünk nyugatra lévő úgynevezett komoly civilizációk. Mert ott fölhígították a társadalmat. Mindegy, hogy milyen logika mentén, jól vagy rosszul akarták meg fölhígót. Nem lehet egy olyan fajta zűrzavaros világot normálisan irányítani, kezelni, és sem politikai, sem társadalmak. Őrizzük meg ezt, ami egyelőre van, és ebből kiindulva próbáljuk fejleszteni tovább. Nem tudok olyan receptet mondani, mert most ilyen varázsütéssel megváltoztatna mindent, hogy mindenkinek kigyúlna a fény, hogy így furán fogalmazok. De azt tudom mondani, hogy tessék szeskedni, az ember igenis képes arra, hogy megtalálja azokat a megoldásokat a szűk környezetében, amely egyébként egymással akkor, de egy társadalmat képes konszolidált, normális élethelyzetben tartani. És amikor nagyon egyszerű dolog, hát könyörgöm, ön, meg én valószínűleg nem biztos, hogy tudunk cipőt gyártani, csak most, hogy nem mondjak ilyen blőd dolgot, mindenki más meg mást tud tenni hozzá. Ezt megtesszük. Miért nem tesszük meg ezt a verbális oldalról? Miért nem beszéljük ezt meg, amikor esetleg nem értünk valamiben egyet? Miért kell azonnal egymásnak esni? Tehát higgyel, hogy a társadalom az egy józan történet, az egy objektív értelemben vett, a legelfogadhatóbb élethelyzeteknek az alapja, szintere és lehetősége. Minden más, az e fölötti struktúrák és létezések, azok öncélú dolgok. A politika az nem más, mint bizonyos érdekcsoport képviseletének a mindenáról való megvalósítása. Ez nem bűnük, ők ilyenek. De a társadalom nem a mindenek valótiságon van, és nem egy érdekcsoportnak az életért és a működésért van, hanem azért, hogy az ő életében ezek a normalitások ne tudjanak eltűnni. Én azt gondolom, hogy ezzel kellene először valamilyen szinten szembenézni, nagyon egyszerű formán a családon belül, a baráti körben, a munkahelyen, a szűkebb társaságunkban, egy közösségben, egy kis lakókörnyezetben, vagy nagyobb körökben. És akkor is így van ez, hogyha ezeket a mondatokat lesajnáljuk, mondanám, hogy ugyan már, hova jutnánk ezzel, hiszen sokkal nagyobb erők állnak velünk szemben, nem? Velünk szemben nincsenek nagyobb erőtelek, ami azt úgy gondoljuk. Földi László, köszönjük szépen, hogy itt volt velünk. Kérem.